Az eseményhez illő népdallal nyitották meg az idei Magyarok Kenyere program baranyai rendezvényét. Sombereken már hagyományosan évek óta összegyűlnek a szakemberek, hogy megosszák gondolataikat az érdeklődőkkel. Ritlinger József, az Agrárkamara megyei elnöke kiemelte, hogy a helyi gazdák ezúttal is tanúbizonyságot tettek az összefogásról, ami példaértékű cselekedet. A tavaly évnek a 25%-át meghaladó felajánlás érkezett, ami számokban azt jelenti, hogy tavaly 40 tonna adományt ajánlottak fel, az idén meghaladtuk, már az 50 tonna környéken járunk. Én úgy gondolom, hogy ez példamutatóan magas baranyai gazdák részéről, nem csak a gazdálkodásuk, hanem az összefogásuk is. A szakember hozzátette, hogy a gazdák már 90%-ban learatták az őszi búzát, melyet 60 ezer hektáron termesztenek a megyében. Ebben az évben 6,2 tonnát arattak átlagosan a szakemberek, ami ugyan kevesebb, mint tavaly, de a mutatók jobbak. Az eseményen Horváth Zoltán kormánymegbízott hangsúlyozta, hogy ez a kezdeményezés is megmutatja, egy nemzet vagyunk határon innen és túl is. Nem feledkezünk meg egymásról, nem feledkezünk meg akkor sem, amikor jobban megy, és akkor sem, amikor picit rosszabbul megy. Úgyhogy nekem ez az üzenete az idei évben is, hogy a pandémia időszakában, ebben a nehéz, viszontagságos időjárási környezetben is a baranyai gazdáknak mindig helyén van a szíve, és remélem, hogy ez így is marad. Az elmúlt 11 évben, amióta elindult a program, számos alkalommal megmutatták a baranyaiak, hogy segítenek a nehéz helyzetekben, mondta köszöntőjében Őri László. A Baranya megyei közgyűlés elnöke hozzátette, reméli, hogy az elkövetkező évtizedben is hasonló eredményeket érnek el a megyei gazdák. A magyar gazdák Baranyában és az ország más pontjain is több ezer alkalommal tapasztalták meg így összesen, együttesen azt, hogy adni bizony öröm, és amikor egy-egy felajánlást tesz egy-egy gazda búzát, kisebb vagy nagyobb mennyiséget, mindig biztos lehet benne, hogy jó helyre kerül határon túlra magyar honfitársainkhoz, nélkülöző gyerekekhez. Augusztus közepéig gyűjtik még az adományokat, amit aztán a határon túli magyar gyermekek megsegítésére ajánlanak fel. Idén már három helyszínen is fogadják a búzát a megyében, Szigetvár és Somberek mellett ugyanis Alsó-Mocsoládon is kialakítottak egy gyűjtőpontot.